Dél Délmagyar Podcast. Délmagyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Sziasztok, ez itt a Sporthang, a Dél-Magyarország sportos podcastjének következő adása. Mint ahogy a legutóbbi adásunkban is jeleztünk, ugye a Pünköst hétfő miatt most kivételesen nem hétfőn vesszük fel az adásunkat, úgyhogy kedden gyűjtünk össze és átbeszéljük itt az elmúlt hét vármegyei vonatkozású sportos történéseit, és ebben ismét hárman veszünk részt. Szia Józsi! Sziasztok! És szia, Dávid! Szevasz, Pali! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Üdvöz... így kedden is. Üdvözlök én is mindenkit, így kedden is. Így uh, nyertél te is egy uh, napot, Dávid, hogy átgondolhassd a vasárnap este uh, történteket, hogy rögtön azért, már azt ígértem, hogy nem szorítalak nagyon sorokba, de hát... Nem vagy egy szavatartó ember, rá el kell, hogy történetet. Ha podcastról van szó. Szóval, hogy ö, mégis nyertél egy napot, hiszen vasárnap ö, este rendezték a férfi a Magyar Kupa döntőjét. Hát az OTP Bank Pixelednek azért nem tudom, hogy a ehhez képest várt szoros meccset gondoltunk e vagy, vagy ez mennyire volt olyan szoros, mint amennyire számíthattunk erre, hiszen azért reálisan nézve nyilván egy meccsen nagyobb sanszot jósolhattunk a, a sikerre a Veszprém ellen. Az előző hat mérkőzéshez képest mindenképpen szorosabb volt, hiszen ott inkább öt, öt gólnál több, vagy nagyobb különbségű vereségei voltak a Szegednek, míg most azért a, az első félidő is viszonylag szépen mutatott a játékban is, bár sok volt a hiba, főleg az elején, illetve ilyen tükörképe volt a támadás, mert volt a, rengeteg volt a hiba az elején, főleg ott a Stepáncsics és a beállók környékén, de összességében még így is ilyen 80%-os lövés hatékonyságot hozott a Szeged, ami szerintem egészen káprázatos. Bár ez az is kellett, hogy korrá lesz és jelzen ne fogjon, mint a festék, klasszikust idézve. Én azt gondolom, hogy összességében nyilván egy elveszített kupadöntőt nem lehet jónak értékelni, de jelen esetében azért úgy, hogy a, a szezon egyik legjobb védőjét elveszítette ugye a tavasz során a Szeged Gleb Kalárás személyében, és ő nem volt most sem. Így azért az üdvözülendő, hogy a, az elmúlt időszakban 40 gól környékén lövő Veszprémet 33-ra sikerült úgy szorítani, hogy gyakorlatilag kapus teljesít, mint csak az utolsó 6 percben volt a Szegednél, uh, Mikler révén, úgyhogy szerintem mindent kiadott ez a Szeged 30 gólt lőtt, ami nem rossz nyilván azok a fránya technikai hibák azok, azok nagyon bosszantóak, mert ilyenkor mindig az az érzése, hogy de lehet, hogy most fogható lett volna a Veszprém, vagy nem nyilván erre pontos választ nem kapunk érdekes lenne abba belemenni, ha így vissza lehetne pörgetni az időt hogy mondjuk mi történt volna akkor, ha Nedim Remili nem kap piros lapot. Mert akkor nekem az volt az érzésem, hogy ez inkább a Veszprémnek tett jót, mivel a túlzott, túlzottan egyénieskedő Remili helyet jött a Kassádó irányítani, és ő, illetve Koszorotov átlőtt ö, kezek alatt, derékmagasságban, parádés passzok, illetve ott volt a Pesmábek kulcs szituációkban szerzett labdái, illetve három gólja. Tehát én azt gondolom, hogy az a reméli kiállítás mindenképpen kulcs volt, csak nem abban a formában, amilyen formában mi azt Szegeden inkább szerettük volna látni. Nyilván ugye nem egyszer érte már ez a váda, Veszprémet, hogy túlságosan függ a játék, és gyakorlatilag rá van bízva az egész ö, történet, és amit te is mondasz, hogy utána viszont azért ö, más játékra kényszerülhettek, vagy más, más kellett nyilván játszaniuk. Ugye gyakorlatilag most is, ha megfigyelted, akkor a Veszprém játéka nagyban összpontosult arra, hogy amikor megszerezték a labdát, vagy középkezdés, vagy bármi, lényeg, hogy Elindítják a támadást a Szegedi Kapu felé, akkor a reméli első hullámban megpróbálja befejezni góllal a támadást. És volt ilyen négy gólt ebből konkrétan szerzett, az ötödik pedig kapufán csattant, de azt a Fabregas belőtte. Úgyhogy ez, ez eléggé fajsúlyos ö, szituációkat teremt, és ezt kellene valamiként megakadályozni a Szegednek ahhoz, hogy a bajnoki döntőben ö, hasonlóan szoros, vagy akár győztes mérkőzést játszon. Illetve a lövés hatékonyságát megtartani, a kapus teljesítményét pedig fölküzdeni ilyen 30% körülire. Ez elmondva, hogy egészen egyszerűnek hangzik ez, a, hát ez a, történet. Mármint úgy értve, hogy kimondva nem, nem tűnnek nyilván ördöngős dolgoknak. És Mindig van egy másik ellenfél a pályán, aki ezt nem hagyja. Igen, és ahogy azért említetted, ugye a szezonból már csak Veszprém elleni meccsek vannak hátra, és azt még ugye nem tudjuk, hogy, hogy, kettő vagy három. A szezon legfontosabb mérkőzései most következnek, hiszen azért a, a bajnoki címért folyó párharcok a legfontosabbak, tehát azért a, amikor mérlegre tesszük a kupa aranyérmet és a bajnoki aranyérmet, azért a kettő közül a bajnoki aranyérem azért fajsúlyosabb értékesebb, nyilván eleve az kvalifikál a bajnokok ligája főtáblájára a csoport körébe, úgyhogy az mások ezért is erősebb. Plusz azért egy mérkőzésen történhet bármi, míg a bajnoki döntőben egyrészt így, hogy már két győzelemig tart, vagy ha éppen oda visszavágós rendszer lenne, akkor azért jóval nehezebbnek tűnhetne, vagy lehetne a az aranyére megszerzése. Így viszont a kupa az, az, az teljesen más. Itt talán, talán én azt éreztem, hogy itt, itt mindenképpen meg akarta mutatni a, a szeged, hogy képes arra, hogy győzzön, és tényleg a küzdőszellemre egy, egy rossz szavunk nem lehetett, és különösen jó volt körülnézni a tataványai arénában is, hiszen azért rengetegen elkísérték a csapatot. A, a Veszprémi szurkolók már kevésbé voltak aktívak. Ő ugye ott most, amiről beszéltünk az előző podcastunkban is, hogy ö, hát nincsenek teljesen kibékülve a, a szakmai stábbal. Úgyhogy... De a játékosokon az látszódott, hogy gyakorlatilag úgy megünnepelték ezt a kupasikert, mintha mint a bajnok nyertek volna. Úgyhogy ebből is látszik, hogy azért a Szeged komoly erőbedobásra késztette a címvédőt, de ez még arra nem volt elég, hogy, hogy komolyabb szituáció teremtődjön. Aztán, hát nem tudom, már megelőzve így a következő kérdésedet, nem tudom, hogy e ezt feltennéd, de, de nem igazán tudom, hogy, a bajnoki címért reálisan kikiálthatjuk-e azt, hogy a, a Szeged versenyben lehet? Hogy két mérkőzésen le tudja egyőzni ráadásul egyszer idegenben ezt a veszprémet. Hát ahhoz, hogy bajnok legyen, ugye lefordítva, egyszer mindenképpen mm, le kell győznie idegenbe. Igen. Uh, és ezt megteheti két meccsen is, csak hogy. Mm, Az mondjuk egyszer, extra lenne? Egyszer ugye? <laughs> Ha három meccsen, és akkor két Veszprémben aratott szegedi siker, hát ez, ez most úgy érzem, mint a pizsamám lenne. <laughs> <rajta> <laughs> és, és éppen a legmerészebb álmaimat mondanám neked hangosan, Pali. Figyelj, a, a jövő szerdán rendezendő második mérkőzés, az biztosan, hogy egy ünnepi, felfokozott hangulatú lesz, hiszen a tíz éve EHF-kupát nyert csapatnak a tagjai itt lesznek. Nem mindenki, mert van, aki még bajnoki mérkőzést játszik, Jonas Lárholm, vagy éppen azt hiszem Nikola Prüce edzősködik, és neki edzőként lesz feladata, de itt lesznek sokan, itt lesz a. Hát nem, nem is megyek bele uh -huh. nevekbe, nehogy itt véletlen valakit aki? kihagyjak. Ilyen de hogy az már eleve szerintem ad egy olyan töltetet, hogy az a legendás csapat itt lesz, hogy talán, talán erre a hullámra fel, felülhet a csapat, és azt hiszem már az önmagában szép lenne, ha azai környezetben úgy tudna búcsúzni, és úgy lezárni ezt a szezont, hogy legyőzi a Veszprémet. Hát ebben bízunk, és ennek szurkolunk majd természetesen. Nyilván ugye az első meccs Ö, az pénteken, pénteken, órakor kezdődik a meccs. Azt azért tegyük hozzá, hogy ugye a jövő szerdai az már a párharc második. Így van. Mérkőzése lesz, de hát nem akarunk ennyire előre szaladni, ugye először majd még a pénteki feladat lesz. Hát aztán majd kiderül, hogy, hogy is várhatjuk, vagy milyen előzményekkel várhatjuk ezt a szerdai mérkőzést. Ami Viszont nem is azt mondom, hogy hasonló szituációban van, de hogy az utolsó hazai mérkőzésen már túl van a, a Szeged csanád ö, Grosics Akadémia, hiszen az MB2-es bajnokság utolsó előtti ö, fordulójában fogadták a már biztos kiesett Moson Magyaróvárt, és azért meg kellett ö, küzdeni ezért a, a győzelemért. 2 0 ott azért kiegyenlítettek a, a vendégek, de végül azért sikerült itthon tartani a három pontot. Mm, az, az, hogyha jól emlékszem, akkor már a is fix volt. Ez a negyedik hely. Mm, és így legalább megvan a, a győzelem az utolsó hazai mérkőzésen is. Igen, érdekesen alakult. És itt, itt beszéltünk mindig cs Akadémia szezonjáról, itt az előző podcastekben. És én, én nem mondtam ki azt, hogy ez nekem csalódás ez az idén sosem, és egy-két olyan dologban, egyetértettem a pixeget kapcsán Dávid, hogy igen, így kikapott a csapat, de legalább, legalább olyan meccset játszott, amin azért, azért villant, apró esély, és a Szeged kapcsán meg azt tudom mondani, hogy ugyan nem sikerült a célt elérni az NB1-be feljutnia, de legalább szépen köszönt el a közönségétől. A korábbi hazai meccsekhez képest nem voltak sokan, 871-en voltak, de hát a borfesztivál, pünkösd vasárnap, sok mindenre lehet fogni, meg talán arra is lehet fogni, hogy nem volt hazban már az első két helyét a csapat. Ezzel kapcsolatban ugye tegnap hétfőn volt egy egy fontos meccs az MB2-ben, ugye a győr legyőzte a, a vasast, 3-2-re ezzel óriásit lépett a felé, hogy ott legyen a nyáron induló újabb nb 1 ö, szezonban, ehhez nem szabad kikapni a majd vasárnap ajkán, úgyhogy hát a vasas itt marad nekünk, mint húzó év a hazai meccsekre, egy hazai meccsre biztos, hogy elég sokan kijönnek majd, de én bízom abban, hogy, hogy a csapat jövőre, illetve a következő szezonban olyan, olyan teljesítményt nyújt, ami, ami, ami révén nem csak a nevek miatt <coughs> jönnek majd ki a szurkolók, hanem azért, mert tényleg ott lesz az első egy-két-három hely valamelyikén, ami a Moson Magyarovárány meccset illeti. Ott pedig az első fél alapján senki nem gondolta, hogy, hogy a második fél idő közepe előtt már X lesz a mérkőzés, hiszen nyugodtan kijelentettem, hogy a Szeged lehengerlően futballozott. Az első, első helyzetét góra váltotta, ugyan 11-esből, de góra váltotta, aztán is alakított ki helyzeteket főleg papáron volt, nagyon jó, jó formában, rengeteget veszélyeztetett a támadó sorba a, a bal szélén, és ennek én azért különösen örülök, mert egy fiatal Szegedi születésű, Szegedi nevelésű játékosról van szó, aki, aki bizonyítja hétről hétről, nem csak azért van a kezdőben, mert vonatkoznak rá a fiatalokra érvényes szabályok. Hozzáteszem, további két fiatal is kezdő voltak a Laus Milán és a Gerano Norbert révén. Úgyhogy, úgy, most a Szeged ebből a szempontból is bátor volt, sőt bemutatkozott Földi Dominik is a második félem, aki még nem kapott lehetőséget a, a, az MB2-ben. Szóval, szóval lehet itt pozitív beszélni, főleg azért, mert nyert a csapat. Végül a kettő-kettő, tehát az egyenlítés után nem sokkal sikerült talpra és a Gajdos Zsolti révén közelről szinte szó szerint bepréselni a győztes gólt. Nem tudom, hogy mi lesz a sorsa a játékosoknak, nem tudom, hogy mit tervez a, stáb, ki lesz az edző, én hallottam egy nevet már, korábbi válogatott labdarúgó, tavaly a Veszprémmel, Veszprémmel úgy tudom, osztályozót játszott a Nyíregyháza ellen, Pető Tamásnak hívják, hogy ez igaz-e vagy sem, ezt tőlem Budapestről kérdezték meg, nem tudtam rá mit mondani, mert nyilván a klub csak olyan információkat oszt meg, amik már biztosak, mint hogy sok más klub is így tesz, tehát a plegykákra nem adnak. Meglátjuk, az biztos, hogy a, ha, ha ő lenne, akkor akkor megint egy olyan edző jöhetne Dragan Vukmirhoz hasonlóan, aki alsóbb osztályokban már dolgozott, valamilyen szinten bizonyított, és most megkaphatja itt Szegeden a lehetőséget az MB2-ben, tehát léphető is egy szintet, és lehet, hogy ezáltal a csapat is tud szintet lépni mert ez a negyedik helyez ugye most már tartós harmadik alkalommal érte el egymás után. Annak is utána néztem, hogy tavaly 38 meccsen 64 pontot gyűjtött a csapat, így lett negyedik, most 33 meccsen már 59 pont van, tehát százalékosan biztos, hogy sokkal jobb idén zár a, a, a csapat, de ott van a de, amivel, amivel nem tudunk és nem is lehet vitatkozni. Meglátjuk a következő szezon, hogyan, akul, hogyan alakul, kit lehet ide csábítani, milyen szintű keret alakul ki, amely remélhetőleg versenyben lesz a feljutásért. És az, hogy annyira ne menjünk még előre, ugye egy meccse még van a csapatnak, ami azért közel sem egy matiné lesz, mert a Pécs élethalál harcot vív, és csak akkor lehet esélye a bennmaradásra, hogyha nyer vasárnap, szóval még azért itt az utolsó meccsre egy elég kemény feladat lesz, mert nyilván ilyen szituációban oda, oda, utazni azért az nem a, nem a legkellemesebb szezonzárás, amire, amire készülne egy csapat. Ö, kellemes, kellemetlen, hát most Pali, mi, 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 le, mi lehet a csapat? Tehát, tehát, mi történhet a csapattal a Szegedivel? Felszabadultan játszhat, nincs már neki tétje, csak az önbecsülés, csak esetleg játékosunként egy-egy olyan villanás, amely révén jobb szerződést kaphat máshol. Meg hát a Pécs Szeged a, 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 futballban azért, azért nem egy, nem egy tiszta, tiszta kapcsolat, hogy így mondjam, szóval ennek van presztízs jellege is. Hát a Pécs nem áll jól most, hiszen két-három pontra van a biztos bemaradást jelentő helyektől. Ugye a Moson a Siófok és a Tiszakécske már búcsúzott az MB2-től. Azt nem tudjuk még, hogy ki fog följutni. Ö így aztán, így aztán a Pécsnek kell nyernie, de lehet, hogy az se lesz elég neki, mert hogyha nyer a BVSC netán a haladás, akkor, akkor tök mindegy, hogy mit játszik a Pécs. Nem irigylem egyébként Mátyus János edzőt ebben a helyzetben, ott Pécsen, de hát ez most legyen az ő dolguk. Mi szurkoljunk annak, hogy a Szeged egy méltó és szép zárást mutat majd Baranyában, és akkor, és akkor egy olyan szezont kezd néhány hét pihenés után a felkészüléssel, amely, még egyszer mondom, nem, nem csak ringat minket álmainkban, hanem, hanem egyszer talán, talán át is élhetjük azt, amit most Nyíregyházán átéltek. És hát itt arról már ejtettél szót, hogy azt még nem tudjuk, hogy ki jut fel, vagy ki érkezik majd alulról a másodosztályú bajnokságba. Ugye ott két, vagyis hát annak a, a délkeleti csoportjában két ö, csapatunk érintett, és hát az egyik sorsa az, az, sajnos már eldölt, vagy hát bizonyos szempontból végül is mind a két sorsa, mind a kettő sorsa eldölt, mert a vásárhely biztos, hogy érmes, ugye az még kérdéses, hogy milyen színű lesz, és ráadásul pont ahhoz az LSMTK-hoz utaznak majd, akiket ha, ha legyőznek, akkor, akkor megvan a, a második hely a Szeged Csanád G2 viszont nem tudta be biztosítani, vagy meg, megtartani azt a, az esélyt az utolsó fordulóra, hogy hát ha meg legyen az a, az a bennmaradás, hiszen kikaptak szolnokon, úgyhogy így már ők biztos, hogy búcsúzni kényszerülnek az MB3-tól. Szóval így felemás érzések, és most, most Dávidba látom a az ingert a vásárhely kapcsán megszólalásra, szóval uh, nyilván itt már uh, abszolút elismertük, vagy elismerő szavakat uh, szóltunk a vásárhely elmúlt uh, időszakáról, és azért megcsinálták most is, hogy hogy biztos uh, dobogó, aztán, aztán kiderül, hogy második vagy harmadik. Én ezt már nem rejtetem végvalá az elmúlt adásokban sem, hogy a vásárhelyi futball körülölelő millió is az abban dolgozók munkássága, hozzám közel áll. Tehát tetszik, ami munka ott folyik azért. Ebben az NB3-as Harakiriben két idény, sinorban két idényen át érmesnek lenni szerintem nagy dolog. És ha ehhez hozzátesszük, hogy a tavaly az utolsó fordulóban is egy ugyanilyen csatája Igen. volt a HFC-nek, csak az nem ezüst csata volt, hanem csata most ugye ezüst csatát játszanak az ESMTK otthonában, akkor is idegenben játszottak, Ö, akkor nem sikerült. Én most bízom benne, hogy ezt az ESMTK-t el tudják kapni, mert az, az, ilyen, talán az már csak a cseresznye lenne a habon, nem is a habatortán, de hogy mindenképpen szép idény Szép idénye lesz a Hondmezővásárhelynek. Tényleg nem tudom, hogy ezt mennyire befolyásol hogy ezüst vagy bronzérem. Azért um, attól, hogy fiatal csapat, és mégis annyira ambíciózusnak látom az egész történetet, hogy tehát én erről nem, nem tudok rosszul, és nem is lehet mit rosszul nem. beszélni tényleg és a stabilitás, ami talán még nagyon megragadó, hogy viszonylag egy stabil szintet hoztak, és, és hát már mennyi? 13 mérkőzés van a veretlen oldalon, és hát nagyon bízom benne, hogy ez akkor további íródik, és egy győzelemmel esetleg, és akkor meg lehetne az a második hely szintén, ami azért már Komoly lenne. Persze tudom, hogy vásárhelyen olykor játszottak még ennél is fényesebb érmekért, de ez szerintem azért. És ami még kiemelendő szerintem, hogy egy olyan mérkőzésen tudtak nyerni most a hétvégén a BKV ellen, amely, amely mondjuk a, a Szegednek nem mindig sikerül. Ugye ez a beállós, visszaáll védekezni uh -huh. az ellenfél, és ott sikerült uh, kibrusztolni a, a győztes a Pleszkán révén, és hát ilyen 657 ember előtt kémei azt jelentették, hogy paráda is volt a hangulat, ugyanis sajnos nem tudtam ott lenni a, a Pixeged Magyar Kupa döntője miatt, de Tényleg, tehát a vásárhelyen minden megvan ahhoz, hogy jó focit csináljanak, és jó focit is csinálnak. És jó focit is csinálnak, igen. Úgyhogy, úgyhogy ezúton is gratulálunk nekik, aztán bízunk még, még egy nagy hajrában itt az utolsó meccsen. Nyilván ebben most nem mondhatjuk, hogy van rutinjuk, hogy, igen. hogy kell egy ilyen, ilyen meccsbe és beleállni. Akár csak így... tavaly, most is csak a győzelem. Igen, csak a abszolút... győzelem. Úgymond elfogadható a, az előrelépést tekintve. Igen, hát ugyanez volt a, a Szeged is, ugye, hogy csak a győzelemmel lehetett volna esélye. Igen, a, nyilván az ősz, nem maradni. az ősz, sikerült annyira rosszul, hogy talán túl nagy terhet rakott azokra a fiatalokra szerintem a, a tavasszal, bár azért a tavaszuk nem sikerült olyan észeszejtően rosszul. Igen, a, a, amit mondtál, hogy az ősz, össze összesen 8 pontot szerzett a csapat, most már 17-nél tart, az így jött össze a 25, tehát hogyha ha mondjuk 17, meg 17, 34 pont, azzal simán meg lenne a bemaradás. Jó, nyilván a futban? nem ilyen, hogy összeadjuk az egyik szezont, és akkor kijön egy reális szám, de, de a 8 pont az nagyon kevés. Tehát azzal, azzal onnan már már lehetetlen küldetés lett volna bemaradni. Én azért sajnálom a, a, a Szeged 2-t, mert egyrészt a tavasz a miatt, másrészt meg egyáltalán nem nyúlt talán egyszer vagy kétszer a, a felnőtt keretben lévő köz. Nyilván a, a, Pataki Zoltán, a Doncsesz Levente, a Fábián Kovics István, ők, ők azért a felnőtt az ónodi, a Kapus ónodi, ugye ő, ő, Ákos, ő is, ő, ő is azért a felnőtt kerettel ez nyilván, de, de nem, nem az volt, hogy na baj van, akkor hazai meccsen a délelőttire, lemegy még három a nagy csapatból, akik kevesebbet játszanak, hanem tényleg, mit a Kecskemét például, a Kecskemétben azért a, a játszott a Nikicser jó, amikor felépülében volt két-három meccse, felhozó meccset, tehát ilyenek, voltak, akkor leküdték a baloldali védőt a, Leonit, tehát, tehát játszott jó pár olyan játékos, aki a nagy csapatban éppen nem volt kerettag, és akkor lement, de itt a Szegedi nem csinálták meg ezt, pedig megtehették volna, és a saját erőből ezekkel a helyi fiatalokkal, többségében helyi fiatalokkal küzd, kiegészülve azzal a három már említett játékossal küzdötték végig a, a szezont, és és Azért lett volna jó, ha megmarad valahogy ez az MB3, mert ugye jön föl az újabb korosztályok, jönnek a, a játékosok is, nekik az MB3 azért sokkal... Tehát egy egy egyfajta úródeszka lehetne ö, a, az MB2 felé. Most meg megint lesz a Vármegyei első osztály, amit nem becsülök le, Isten őriz, mert ott azért megnyerni több mint száz góllal, az se volt egyszerű, én úgy gondolom, de, de hát hogy mondjam, nehéz is lesz mit kezdeni ezzel a dologgal, mert ha remélhetőleg az SZVS-e sikerrel vívja meg az osztályozót, tehát lesz, szegedi, lesz újra lesz szegedi MB3-as alakulat, viszont akkor a Szeged Csanád G a kettőnél már inkább olyan csapatot választ, aki jönne, aki MB3-ban játszik, tehát itt, itt, azért, itt azért ez ez, ez, ez sok minden, sok szempontból nem túl jó, hát ez van, ez kell feldolgozni a klubnak. Az egyébként milyen jó érzés lenne, nem, hogy mb szinten lenne egy ezüstérmes vásárhely, MB3-ban, meg mondjuk ez a negyedik hely a Szeged tehát nem tudnék olyan sok vármegyét felsorolni, ahol ez így mondjuk van, de mondjuk, mondjuk, mondjuk Szabolcsban például a Nyíregyháza bajnoki címe mellett azért azt hiszem, hogy a cigánt például meg, meg fogja nyerni. Tehát ott is van ehhez hasonló siker, de, de nem, is, nem is így. Tehát nem az a lényeg, hanem az, hogy működjön ez a vármegyei futball minden szinten, mert, mert akkor a fiataloknak sokkal vonzóbb a, dolog, nem mennek el. És csak még egy gondolatra visszatérve a Szeged 2 hogy nem tudom, mennyire emlékeztek az őszi szezonjukba. Én nem tudom, nagyon sok olyan meccsük volt, amit egy núra vesztettek el, és, és úgy, hogy egyébként helyzeteik. Én ott az elején az első 5-6-7 meccsüket volt szerencsém élőben látni, és mindegyikem megvoltak a helyzeteik. Tehát borosztó, bosszantó lehetett, és így nyilván utólag persze könnyen okos az ember, de hogy az a periódus, hogyha ott nem, nem ennyire rosszul jönnek ki abból az elejéből, akkor egészen máshogy alakulhatott volna, mert ott ott azért nagyon beragadtak, és ott ilyen tényleg demor... nem, nem, mint hogyha lenne olyan túlzottan pozitív hangzatú vereség, de hogy ezek, ezek kifejezetten demoralizálók lehettek így hétről hétre, hogy megvoltak a helyzeteid, és tényleg mindig egy nóra kaptak ki, szóval, és onnantól már egy eleve egy kicsit nehezebb helyzetbe kerültek ezzel az egésszel kapcsolatba, és hát onnan azért, ha sikerült is talprálni, mert nyilván itt most, ahogy említetted, hogy 17 pontot szereztek a tavasszal, tehát nyilván azért látszik, hogy nem estek szét, és nem, nem lógtak ki ebből a mezőnyből abszolút, de hát az a, az a kezdés az nagyon sokba került. És azért ezek a demoralizáló vereségek talán ebben a korosztályban a legveszélyesebbek. Mert ugye azért ez a Szeged 2 egy rendkívül fiatal átlag életkorú, a keretnek a döntő többsége most találkozott NB-s mérkőzésekkel először, és azért, amikor meccsről meccsre tényleg emlékszem rá, hogy mindig azt írtad a tudósításban, hogy hát ott voltak, ott volt a temérdek kidolgozott zitszer, de valami mégis hiányzott. Rossz befejezés, rossz döntés, utolsó paszba hiba Igen. csúszott, és, és ez lehet, hogy a szezon az őszi szezon második felére csinált egy kis vizsgadrukkot, aztán nyilván a, a bilicsel dolgoztak a tél során is, és picit át, átesett ez a tűzkeresztségen, vagy nem is tudom én milyen jó szófordulat, de hogy azért az látszott a tavaszi eredményeiken is, meg a nyilatkozatokon is, ahogy a, a Bilicsi nyilatkozott, hogy azért Sikerült az mb 3 ba egy picit bele ö, beintegrálódni talán? Hát mondhatod, hogy nem. Azért szerintem ez előfordult már olyan csapatokkal, hogy volt egy rossz kezdés, és aztán teljesen szétsústak a végére, és amit te is mondasz, hogy ilyen fiataloknál veszélyes lehetnek ezek a vereségek, hogy aztán húha létszámgondok, meg, meg stb. De hát hogy szerencsére itt nem erről volt szó is. Becsődte végig ö, dolgozták a, a, a fél szezont, aztán meglátjuk, hogy majd mit hoz a jövő az ő esetükben, hogy akkor hogy, hogy alakul át itt is a, a, a keret, meg milyen lesz majd itt a, itt a jövő évi csapat. Ö, Igen, Dávid? Jaj, jaj, nem, már láttam, nem. Láttam, hogy nem. már ott ott van a betű. a Láttad? Igen, már, már láttam a betűt. Az gáz. Uh, nem, hát itt a jövőt említetted, de még a jelenre azért fordítsunk egy kis időt, már csak azért is, mert a Szedák ugye lezárta az évet, vagy hát a szezont, évet, ez mindig ilyen, uh, ilyen fura, hogy hát Igen. évet zárunk, de valójában ez csak szezon, de hát a sportban, ha évben gondolkodunk, akkor ez ilyen ősz-tavasz, vagy tavasz-ősz. Úgyhogy igen, végül megvan a bemaradás, az utolsó mérkőzés. Győzelem. Pali. A színpad a tiéd. Ilyenkor nekem mindig olyan, vagy ez a május egyébként mindig sügetlen attól, hogy milyen sportágról beszélünk, és amikor ezek az anyagok következnek, hogy hú, most utolsó hazai, vagy, vagy szezonbeli utolsó, vagy, vagy már eldőlt a sorsuk, és, és már nem hoz magával olyan komoly tétet egy-egy meccs, vagy egy-egy forduló. Ez nekem mindig ilyen kicsit ilyen arculütés, hogy, 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 mint, amikor, mint amikor délután aludni egy picit, és fölébredsz este hétkor, és most tudod, hogy melyik bolygón vagy, hogy így fú, hogy így, uh -huh. így ez, ez ilyen Hát ez most kezdődött, nem? Hogy mindig nem ez a... már a szomszéd ezt, hogy... Igen. Aztán... és hogy Peste nekem ilyenkor mindig egy kicsit, kicsit, ilyen érzésem van, hogy de hát ez még csak most kezdődött, és már, már vége van, Tehát, hogy hihetetlen, hogy... hogy ö, hogy repül az üdés, hát igen, véget ért a ö, férfi kosárlabda NBA gyárcsoport, és ezt konkrétan ugye kijelenthetem, hiszen hétfőn este a bajnoki döntővel is lezárulta a, az idei szezon. A Falko lett a bajnok, és ennek, mivel három egyre nyertek a, a, ellen, és ők szerezték meg előbb a, harmadik sikert, így, azért az is kijelenthető, hogy ebben a szezonban egyébként csak egy csapat tudta két alkalommal legyőzni a bajnokot, ez pedig nem más, mint az sts aki ugye egyszer a bajnokságban is egyszer a kupa elődöntőjében. Úgyhogy nyilván ez már önmagában is azért egy elég komoly ö, fegyvertény. Ez az utolsó két meccs azért, ö, főleg, a, főleg a kaposvári ö, volt az, amit a, ahogy a Simándi Árpád is fogalmazott, hogy nem feltétlenül hasonlított egy kosáradda bajnoki mérkőzésre. Szóval nyilván egy már kiesett kaposvár otthonában azért nehéz ezt a Koncentrációt föntartani egy elég ö, hosszú szezon végén, aminek egyébként szerintem nem is feltétlenül fizikailag lehetett ez ez igazán megterhelő, hanem mentálisan, mert borzasztó sok hullámvasút volt az egész szezon alatt, hogy akkor most ö, a playoffért harcolsz, akkor ott utána jött egy vereségsorozat, de akkor még mindig volt esély a rájátszásra, aztán a kupa, bejutsz a négy közé, lemaradsz a playoffról egy meccs miatt végül is, vagy hát egy ilyen dönt, playoffról döntő mérkőzést elveszítettél utána egy kupa hétvége, ahol szerzel egy ezüstén, utána belemenni egy ilyen minden héten háború jellegű történetbe a, a alsóházi rájátszás kapcsán, szóval szerintem inkább mentálisan lehetett ez nagyon megterhelő a, a srácoknak, de hát ahogy te is fogalmazta, hogy a, a, a cél, a benmaradás, az megvan, és nem kellett itt az utolsó héten már ö, emiatt izgulni, ö, és szerintem ez is egy olyan szezon lehetett, amit ö, vagy egy olyan csapatot láthattak azok, akik ö, kimentek az új Szegedi sportcsarnokba egy-egy kosármetsre, amit azért sokáig emlékezni fogunk, és ezt a, ezeket a neveket azért ö, megjegyezte az, aki, aki látta a Ryan woolridge t hogy na no játszani uh, idén. Itt, tényleg fantasztikus volt, amit ők mm, nyújtottak. Itt most az utolsó, a kaposvári még az oroszlányi bajnokiról olyan, nagyon sok mindent tényleg nem lehet elmondani. Az oroszlány komolyan vette, főleg a légiósaik, úgyhogy ők, <laughs> ők ennek megfelelően is uh, játszottak. Uh, és hát vége van ennek a szezonnak, úgyhogy uh, úgyhogy innentől meg majd jöhet a, a következő évnek a tervezése. E, nyilván még most október messzinek tűnik, de ahogy a monológomat kezdve ilyenkor rádöbbenek a júliusban, ez milyen gyorsan eltát valószínűleg ugyanez lesz, amikor majd augusztusban elkezdik a felkészülést, és akkor megérkeznek az első légiósok, hogy huha, hát itt már, itt már újra, újra kosárlabda van. Úgyhogy hamar el fog telni ez a e, szünet, ezt illetően nincs kétségem. Aztán aztán persze meglátjuk, hogy milyen keretet sikerül majd itt a következő évre össze, összerakni. Ugye az is biztos még, hogy a Pécs jön fel, mármint hogy a PVSK, hogy egész pontosan fogalmazunk, hiszen ugye az átcsoportban most is volt egy pécsi csapat a Rád Akadémia személyében, úgyhogy, úgyhogy, jövőre két pécsi csapat lesz például az átcsoportban, ami azért ad egy kis érdekességet a történetnek, és ugye a PVSK annak a Szecskó a vezetésével jutott fel, aki ugye anno bronzérmes, a, a szegedi bronzérmes csapatnak volt az edzője, úgyhogy ők most visszatérnek majd a, a, az A -csoportba. És hát várom a fejleményeket, hogy akkor kivel sikerül, hogy sikerül, mi lesz a, a, a nyári tárgyalásoknak a, az eredménye. Nyilván ugye itt most azért azzal, hogy csak négy légiós lehet majd minden csapatban a következő szezonban, így azért a magyar játékosok szerepe nem, mint eddig kevés lett volna, de még, még inkább fölértékelődik a, a, a folytatásban, úgyhogy ez azért egy kicsit átszabhatja majd a, az erőviszonyokat, vagy a, 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 csapatokat, úgyhogy ezt nagyjából olyan izgalmasnak érzem ezt a nyári keretkialakítást, mint ez az egész szezon volt. Nekem ilyen, az ilyen hihetetlen idény volt, ahogy olykor ránéztünk a tabellára itt, és akkor ilyen kettő, három, három győzelem volt azt hiszem a legdurvább. Igen. A, a dobo, a harmadik helyen, sajnos már nem emlékszem, hogy talán a szolnok volt. Akkor a szolnok akkor, volt a harmadik. De hogy a, a kieső helytől három győzelemre volt a, a szolnok a dobogon, és, és tényleg ahogy a Szedák is végigment, hogy bent van, nincs bent, egy meccs, döntő meccs, akkor tényleg, akik a felső házban mentek, azok azért volt köztük meglepetés csapat, akkor ha megnéztük a, a kupa döntőt, vagyis hát a kupa final 8-et, vagy hát nem is hát, tudom. Végül final 4 de hogy van nem eight, úgy but... mondom, hanem hogy akik a nyolcban voltak, Igen. és ott amilyen eredmények születtek. Tehát nekem ez a az NB egy A csoportos kosárlabda idény, ez egy ilyen, csak így néztem, pislogtam, kapkodtam a fejemet, hogy, hogy, mik vannak, és tényleg sokszor beszélgettünk így akár veled is, Pali, ezekről, hogy, hogy mennyire mennyire egy ilyen rendkívüli idény, vagy nem is tudom én mi volt. Tehát, hogy... Nem mostanában volt ilyen, az biztos, tehát hogy ez, ez tényleg annyira, annyira kicsim múlott, és hogy, hogy egyébként uh, nyilván ez most Szerencsére nem a mi gondunk, és nem a mi történetünk, de hogy mi, miken múlott, múlottak sorsok például. Ugye a Kaposvár esett ki, akik egyébként ott február ö, környékén elég komoly esélyesnek tűntek a playoffba jutásra, hiszen akkor igazolták le a Filipovic Márkót, aki Igen. válogatott játékos, hazatért egy kaposvári nevelés, és kikaptak a Honvéd otthonában úgy, hogy gyakorlatilag meg volt a meccs, csak mm, azt, hiszem, hogy az, azt hiszem, hogy a reméből, de nem vagyok benne biztos, valamelyik amerikai <laughs> légiósuk annyira megerült annak a pontszerzésnek, szerzésnek, ilyen utolsó másodpercekben, hogy levette a mezét. És akkor viszont technikai kapott a, kapos technikait kapott a kaposvára, büntetőt bedobta a honvéd, és hosszabbításban végül a honvéd nyert. És onnantól Gyakorlatilag szétsúsztak itt a playoutban. Most volt nekik egy kisebb feltámadásuk, amivel uh, uh, sure megmaradtak, életben maradtak itt a legvégéig. De hogy uh, hogy szerintem ez a momentum például tökéletesen leírja, hogy milyen volt ez, a, ez az átcsoportos szezon. Uh, tehát tényleg egészen elképesztő uh, sztorik voltak, és egészen elképesztő volt minden héten ezt látni, hogy gyakorlatilag minden meccsre, nem volt olyan, amire azt mondtad volna, hogy ez most, most lefutott, vagy, vagy annyira felkaptad volna a fejed, hogy most ez, ez miért alakult így. Egészen döbbenetes volt tényleg. Én élveztem azért, hogy így, így, így utólag is vissza visszagondolva azért, gondolva azért. Az mindig jó igen. állóként, vagy állóként, mert ugye azért a a szedákért szorítottunk itt mindannyian, de tényleg, tehát nagyon lefutott meccset nem nagyon nem. gondolhattunk. Tehát ez a honvéde, meg... ahogy bement, meg a, a pécs. Igen, meg hát nem is az, hanem hogy hogy voltak nyilván nagyobb arányú győzelmek, vagy, vagy nagyobb ö, vereségek, de hogy az sem volt azért annyira úgy a paklima, hogy ja, hát ez egyébként egy tök sima ö, dolog lesz. Úgyhogy ö, hát kíváncsi vagyok tényleg itt a nyári híreket majd böngészve, hogy akkor hogy alakulnak át a. És ugye, mondodít, és hogy ki -ki. mennyire repül az idő. Ö, tényleg én is ezt érzem, hogy mennyire ö, repül, és ha most így belegondolunk, hogy ó, hát mindjárt ott lesz október, is, hogy októberig mennyi minden fog történni. Tehát lesz, lesz egy labdarúgó Európa-bajnokság, lesz egy olimpia, és még a e ezekhez képest kisebb versenyek, tornák, bajnoki elindulások. Hihetetlen. Nem fogunk unatkozni, nem csak a következő hetekben, hanem szerintem azért tényleg most nem is októberig, hanem augusztusig nézve sem. Tehát Igen, és érez... ugye, azzal, hogy ugye a, a járványhelyzet miatt ugye sok sportágban tolódtak az események, akár itt beszélek a vizesportágokról, annyira összetolódott az elmúlt Hát másfél szűk két év, hogy szinte csak kapkodjuk a Igen. az egyik tornáról a másik hiszen vízilabdában is uh, január Európa bajnokság, február világbajnokság, tehát tényleg nagyon, na, na, nagyon durva. Nekünk szurkolóknak újságíróknak, szimpatizásoknak, érdeklődőknek, ez baromi jó, de azért a sportolók helyében <laughs> azért, tehát azért, igen. A, azért a, például az OTP Bank Pixeged is 45 tétmérkőzésnél jár ebben a szezonban, és még hátra van a bajnoki döntő. Erre még rászámolhatunk válogatott mérkőzéseket, tehát szerintem ilyen 62 3 mérkőzése simán van, mondjuk egy Bárhidi Bencének, vagy egy... jó, mondjuk neki pont nem, mert volt sérülése, de hogy mondjuk egy egy Miklernek a, a válogatottal, mert most oké, okay, a selejtező nem volt ott, de, vagy a, az európa bajnokság a selejtezőn ott volt, tehát az a 60 meccs per szezon, és ilyen, hát mennyi, 10 hónapnak, tehát tekintetünk egy szezon durván, azért Mondjuk vízilabdában még, még keményebb mondjuk egy egy fiatalnak, aki utánpótlásban is érdekelt. Tehát elképesztő. Úgyhogy le akol mindenki előtt, aki hát, ezt, abszolút, ezt tényleg abszolút, euh, tényleg bírja. Mert, mert persze itt most megbeszéljük, hogy jó. Ez most éppen nem sikerült annyira jól. Miért nem a... tudta berúgni azt a helyzetet hát igen. miért nem, mert éppen. Megőrcsön. Éppen a 49. meccsét játszotta, és tavaly júliusban kezdődött a felkészülés, szóval. Azóta volt egy szabad hét. Ez karácsony. Igen, úgyhogy vannak ilyen, ilyen sztorik. Hát, hogy majd mi történik, októberig, az még lesz alkalmunk egy párszor átbeszélni, és azt hiszem, hogy a mostanra előírt témáinknak a, a végére értünk, úgyhogy nagyon köszönjük a figyelmeteket. Jövő héten pedig majd ismét jelentkezünk ebben a felállásban, úgyhogy nagyon köszönjük még egyszer, hogy meghallgattatok bennünket, kövessetek a közösségi média felületeken, és jövő héten pedig újra találkozunk majd. Köszönjük még egyszer a figyelmeteket, sziasztok! Szép hetet, sziasztok! Sziasztok! Dél Magyar Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.